Köszöntöm a Pannon televízió nézőit, fél hatos híradónkat látják. Ma november 17-e van, Hortenzia és Gergő névnapja, ma van Budapest napja. 2006-ban e napon hunyt el Puskás Ferenc olimpiai bajnok magyar labdarúgó, az aranycsapat kapitánya. Most következzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Éves tudósítói találkozóját tartja a magyar közmédia Palicson. Együttműködési megállapodást kötött ma az MTV, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT, valamint a szerbiai RTV. Hazaengedték a kórházból a kanyaróval fertőzött 13 éves szabadkai fiatalt. Csaknem 1700 diák és 140 tanuló vett részt a Magyar Nemzeti Tanács idei diákutaztatási programjában. Palicson tartja éves tudósítói találkozóját a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, vagyis az MTVA. A háromnapos szakmai tanácskozásra egyebek között Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és Vajdaságból is érkeztek résztvevők. Na, akkor figyelj, pakoljunk ki! Menjünk, vegyük fel a kulcsokat. A Magyar Közmédia Térkép című műsorának forgatására érkezik a stáb. Egyebek mellett ezt is láthatták a tudósítói találkozó résztvevői Palicson. A közmédia csatornáin határon túli sportesemények, kulturális rendezvények, illetve gazdasági és politikai témák is rendszeresen szerepelnek. Mindez egyebek között a külhoni tudósítói hálózatnak köszönhetően. Székelyföldön az autonómia törekvés a leginkább, a legfontosabb téma, amely a közvéleményt általában megmozgatja. Ezért természetes az, hogy a Magyar Köztelevízió részéről a legtöbb igény ennek a témának a kapcsán érkezik. A tudósítói találkozó azonban nem csak az újságíróknak, hanem az operatőröknek is sok hasznos információval szolgál. Igazából én úgy gondolom, hogy az operatőrnek a nézői igényeket kell elsősorban kielégíteni. Nagyon sokat változott a média világa az utóbbi években, és itt egy visszacsatolást kapunk arra, hogy mit szeretne látni ma a néző. Az esemény kiváló esélyt nyújt arra, hogy az évközben felmerülő esetleges problémák, illetve új ötletek is megvitatásra kerüljenek. Az MTVA igazgatói és vezérigazgató úr is szívesen találkozik a tudósítókkal, hiszen évente legalább 4000 tudósítást küldenek a külhoni munkatársaink, és nem csak tudósításokat, hanem nagyon szép filmeket is. A Magyar Közmédia tudósítói találkozójának ezúttal a Pannon RTV volt a házigazdája. Ez a Magyar Közmédia szokásos évi tudósítói találkozója, amely arra szolgál, hogy az MTVA szerkesztői elmondják a véleményüket a tudósítói munkáról, tanácsokat adjanak, és ugyanúgy a tudósítók tudnak kérdezni, véleményt mondani az MTVA szerkesztőinek. A Pannon RTV ezúttal a házigazda, mi szerveztük ezt a találkozót, és ez nagy elismerés a Pannonnak is, meg Szabadka városának is. A szakmai tanácskozás mellett a tudósítói találkozó résztvevői Palics, illetve Szabadka város nevezetességeivel is megismerkedhetnek a háromnapos rendezvény alatt. Közös kulturális és hírműsorok elkészítését tervezi a szerb és a magyar közszolgálati média. Két éves munka eredményeként került aláírásra az a szerződés, amelyben a szerbiai RTV és az MTVA együttműködését fekteti le. Az intézmények vezérigazgatói elmondták, regionális együttműködés kiépítése a cél annak érdekében, hogy megismerhessük egymás értékeit és kultúráját. A felek ma Palicson írták alá a megállapodást. Kivételesen fontos együttműködési szerződést írtak alá ma Palicson a szerb és a magyar közmédia képviselői. A Szerbia és Magyarország közötti kapcsolatok gyorsabb erősödéséhez és fejlődéséhez a két médium is hozzájárul, hangzott el a palicsi eseményen. A szerbiai RTV részéről Dragan Bujošević vezérigazgató látta el kézjegyével a szerződést. Mi želimo da imamo saradnju u ovom regionu, time pod regionom ne podrazumijemo ono što se obično podrazumijeva bivša Jugoslavija. Mi szeretnénk jól együttműködni ebben a térségben, és amikor ezt a térséget mondom, akkor az egykori Jugoszlávia egészére gondolok. Za mene regioni Grčka i Mađarska i Bugarska i Rumunija.
hiszen számomra a térség Görögország és Bulgária és Magyarország is. Mi jedan ugovor o saradnji imamo slično ovom koji ćemo danas potpisati sa Hrvatskom televizijom. Hasonló együttműködési szerződésünk van, mint amilyet most fogunk aláírni a horvát rádiótelevízióval. A két médium közötti együttműködés 2015-ben kezdődött. Az MTVA számára stratégiai cél, hogy a szomszédos országok közmédiájával, közös műsorokon és tartalmakon keresztül megjelenő kapcsolatot építsen ki. Azt gondolom, hogy az az adottság, amely ezt a régiót jellemzi, a számos nemzet egymásba gabajodva történő együttélése, arra predesztinál minket, hogy együtt kell működni, egymás népét, kultúráját, egymás számára fontos értékeket, híreket meg kell ismertetni a másik féllel is, ezzel lehet elmélyíteni az egymás iránti bizalmat, és azt, hogy mindenki boldogan és sikeresen éljen együtt a régióban. Ez a szerződés mintaként szolgál arra a további együttműködésre, amelyet Vasili meg akar valósítani a környező országokkal. Szerbia és a szerb közmédia ebben a folyamatban mintaként szolgál. Az eseményen házigazdaként részt vett Bodzsony István, a Pannon RTV igazgatója, Dobos Menyhért, a Duna Média Szolgáltató ZRT vezérigazgatója, és Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke is. A palicsi tudósítói találkozó péntek délután filmvetítéssel folytatódott, a pályázott alkotásokat mutatták be. Médiaházunk riporterei is több kategóriában neveztek. A vetítések este 7 óráig tartanak, majd 20 órától kezdődik a díjátadó gála. A tudósító találkozóra 58 filmet bejátszás neveztek be, ebből a Pannon RTV 3-at, 2-t mutatnak be kollégáink produkciói közül, többek között Gyarmat Angéla és Búzás Zsuzsanna készítésében a Kincses ládánk egyik részét, illetve Kókai Mónikának az első szabadkai filmmaratonról készült, nagyjából negyedórás összeállítása szerepel műsoron. A szlovákiai Regfilm televíziós műsorkészítő cég Bartók Csaba Mikulás napján Szepsi határán című bejátszását nevezte be a film szemlére. Szepsi az egy felvidéki kisváros, és a mellette levő cigány gettóba, a cigány táborba van forgatva, és tulajdonképpen arról szól, hogy akinek nincsen tiszta cipője, nincsen tiszta csizmája, az ne is reménykedjen a Mikulástól semmilyen ajándékot, de mivel, hogy ott térdig érő sárba jár a 7-800 jobb sorsra érdemes ott lakó, valószínűleg nekik soha az életbe nem hoz ajándékot a Mikulás, de vannak kivételek, és igazából erről szól ez a fikciós dokumentumfilm. Médiaházunk riportere Kókai Mónika a Pannon Televízió Közelkép című műsorában is látott alkotását is megtekinthette a közönség. A szabadkai félmaratonról, amely az első volt az észak-bácskai városban. Az idén szeptemberben szervezték meg az első szabadkai félmaratont, ezzel kapcsolatban készítettünk egy kis filmet, és én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, sokan voltak, ahhoz képest, hogy első alkalommal szervezték meg, és ezt vettük fel a kollégákkal. Ambrus Attila, a filmszemle zsűritagja kiemelte, rövid és hosszú filmek kategóriájában nevezhettek a tudósítók az egész Kárpát-medencéből, és az alkotásokban domináltak a nagyszerű képi megoldások és sokszor a humor. Számos olyan alkotás született, amely érdekesen és izgalmasan meséli el azt, hogy hogyan él ma, aki magyar, Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, illetve Délvidéken. Szerencsére ezek a filmek nem egyszerűen csak lenyomatai azoknak a történéseknek, amelyeknek részesei vagyunk, hanem gondolatébresztőek is, hiszen nem csak a máról beszélnek, hanem beszélnek a múltról is, és előrevetítik azt is, hogy milyen lehet a Kárpát-medencében a magyar jövő. Főképp a rövid filmek kategóriájában születtek kiemelkedő alkotások, mondta el a zsűritagja. A filmszemlére a Kárpát-medence minden szegletéből érkeztek alkotások.
Javult a kanyaróval fertőzött szabadkai gyerek állapota, enyhe esetről volt szó, nem járt szövődményekkel a ragály. A fiatalkorút hazaengedték a kórházból, nyilatkozta Pannon RTV-nek Neboly Sabba Hucki. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakembere leszögezte, egyáltalán nincs ok az aggodalomra a térségben, mert az északbácskai körzetben a gyerekek 93-94%-a felvette a szükséges két adag védőoltást. Vígan szaladgálnak az egyik fiatal apuka gyermekei a Szabadkai Nő- és Gyermekvédelmi Szolgálat épülete előtt. A három közül az egyiket éppen most hozták oltani. Fontos számukra a vakcina felvétele. Egy fiatal anyuka pedig kislányával ült az épület előtti padon. Már hallották, hogy a kanyaró felütötte a fejét. A szabadkai szülők nagy része tehát tudatában van az oltás fontosságának. Az oltóanyag kis üvegcsékben van, ezeket kell beadni a gyerekeknek először egy évesen, majd pedig általános iskolába indulás előtt, magyarázta Neboly Sabba Hucki. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakembere megmutatta az orrból és garatból mintabevő pálcikákat is. Ilyenekkel vettek törletet a kérdéses fertőzött betegtől is, majd elküldték Belgrádba a Torlak intézetnek, amely megállapította a vírus jelenlétét. Eddig Szabadkán van egy hivatalos kanyara eset, szóval egy gyerekről, 13 éves, neki volt enyhe betegség szerencsére, és ő már otthon van. Tehát javult teljesen a helyzet. Az egyes gyógyszergyártókat okolja az országban kialakult helyzetért a szerb egészségügyi miniszter, mert mint mondja, nekik felel meg az, ha több orvosság fogy. Zlatibor Lončár azokat a szülőket is felelősségre vonná, akik nem oltatják be gyereküket. Da plaća kaznu. I već su takve kazne donete, tako da sa nivoa države to je već sve regulisano i to je već sve urađeno. Egyébként Szerbiában 147 kanyarúval fertőzött esetet vettek nyilvántartásba októbertől kezdődően a belgrádi Batut közegészségügyi intézet adatai szerint. Szerbia számára nem számít dilemmának az, hogy az Európai Uniót vagy Koszovót válassza, jelentette ki Jadranka Joksimović. A szerb uniós integrációért felelős miniszter a szerbiai RTV műsorában elmondta, amennyiben holnap elfogadná Szerbia Koszovó függetlenségét, az nem jelenteni az automatikus csatlakozást az Európai Unióhoz. Ennek fényében pedig a két téma elválasztható egymástól. Szavai szerint az, hogy a szerb kormányfő és államfő a napokban Brüsszelben egyeztetett az unió tisztségviselőivel, egyértelműen sikerként könyvelhető el, és előrehaladást jelent az ország uniós integrációjában. Mint mondta, az év végéig legkevesebb három új csatlakozási fejezetet nyitnak majd meg Szerbiával. Véget ért a TEL 2017 elnevezésű ejtőernyős program Belgrád egyik külvárosi repterén. A szerb és az amerikai ejtőernyősök közös gyakorlatában 250-en vettek részt november 13-a és 17-e között. Két repülőgépből ugrottak a mélybe a katonák. A gyakorlat mai utolsó felvonását Alekszandar Vučić, szerb államfő, és Kyle Scott, az Amerikai Egyesült Államok belgrádi nagykövete is megtekintette. A szerb államfő az esemény után kiemelte, büszke a szerbiai katonákra. Hozzátette, kettős jelentősége volt a gyakorlatnak. Egyrészt a közös kiképzés, tanulás lehetősége, másrészt pedig a közös együttműködés és partnerség két olyan fél között, amelyeknek közös múltjában vannak vitás kérdések. Kyle Scott elmondta, a gyakorlat sikeres volt, és reméli, hogy a jövőben megismétlődik majd. 2018-ban megkezdődik a Fruskagurai közlekedési folyosó kiépítése, jelentette ki Zorana Mihajlović. A szerb közlekedési és infrastruktúra fejlesztési miniszter azután nyilatkozott, hogy Pintér Attilával Magyarország belgrádi nagykövetével egyeztetett. A két fél találkozóján a központi témát az említett közlekedési folyosó kiépítése jelentette. Mihajlović elmondta, az útszakasz nem csak Szerbia, hanem a környező országok számára is fontos. Így a megvalósítása
megvalósítás anyagi lehetőségeiről is beszélgettek. Pintér Attila a találkozó után elmondta, Szerbia és Magyarország az elmúlt időszakban számos fontos közös projektet valósított meg, és nem lesz ez másképp az elkövetkezőkben sem. Hozzátette, olyan közös beruházásokról is szótejtettek, mint a Budapest-Belgrád, vagy a Szabadka-Szeged-Baja vasútvonal felújítása, de szó volt a Rasztina-Bács-Szentgyörgy határátkelő megnyitásáról is. Rendszerfejlesztés és karbantartás miatt akár órákra is leállhat vasárnap hajnali 1 óra és délelőtt 11 óra között a magyarországi úthasználati jogosultságok értékesítése, tájékoztatnak az illetékesek. Ismertették, hogy a beavatkozás az E-matrica, vagyis autópálya matrica értékesítést és a 3,5 tonna ösztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj rendszert egyaránt érinti. A leállás tehát azokat is érintheti, akik az említett időszakban indulnak Magyarországra, és matrica vásárlást terveznek a Röszke-Horgos határátkelő után az M5-ös autópályára. Demokrácia egyszer egy 2017 címmel hirdetett pályázatot a Magyarországi Nemzeti Választási Iroda és a Magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. A vetélkedőn 14-től 18 éves erdélyi, felvidéki, vajdossági, kárpátaljai, horvátországi és moravidéki magyar diákok vettek részt. Két helyszínen, Zentán, valamint Szabadkán a Műszaki Szakfőiskolán zajlott a megmérettetés. A szabadkai rendezvényt Pálfi Ilona, a Magyarországi Nemzeti Választási Iroda elnöke, és Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke nyitotta meg. A verseny célja, hogy a fiatalok átfogó ismereteket szerezzenek a demokratikus intézmények működéséről, a választási rendszer alapvető szabályairól, valamint olyan egyéb témakörökről, mint az emberi jogok, állampolgárság, választási rendszer, nemzetközi intézmények. Horvátországból, Eszékről is érkeztek Szabadkára. A prezentációnkban, ami majd hallható lesz, az iskolánk, a kollégium kiépítése és az iskolánk diákjainak létszámának csökkenését fogjuk feldolgozni. Vajdaságból a regionális fordulóba 22 csapat jutott tovább, egyikük a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központból. A vetélkedőnek fő lényege, hogy megismerjük a demokráciát, annak alapelveit, és játékos feladatokon keresztül bemutassuk tudásunkat, illetve az általunk kiválasztott problémát. A versenyre 159 csapat jelentkezett. A verseny igyekszik felhívni a figyelmet az állampolgári nevelés fontosságára, továbbá a demokrácia alapértékeire. Összességében Magyarországon is hihetetlen okosak, és hihetetlenül képbe is vannak, és én úgy gondolom, ezért is indítottuk az egészet, hogy mi is tanulhattunk tőlük, hogy hogy forduljunk a fiatalokhoz, mert egészen másképp kell kezelni szerintem a fiatalokat, mint a nem első szavazókat, és ezzel indítottam az egész vetélkedő sorozatot, hogy tanuljunk a fiataloktól. Az utolsó fordulót december közepén tartják Budapesten, amikor kihirdetik majd a verseny győzteseit. A magyar fővárosban a két legsikeresebb csapat mérettetheti meg magát a szabadkai és a zentai versenyekről. Az idén második alkalommal vehettek részt a vajdasági gyerekek azon a Magyar Nemzeti Tanács által szervezett kirándulás sorozaton, amelyről 200 egyéni képzőművészeti alkotást és 30 leporellót készítettek, megörökítve ezzel élményeiket. Csaknem 1700 diák és 140 tanító utazhatott Szabadkára, Palicsra, Újvidékre, Zomborba és Doroszlóra. A kirándulás sorozat záró rendezvényén az ünnepi műsor keretében díjakat osztottak ki a legjobbnak értékelt alkotások készítőinek a Szabadkai Majsai úti általános iskolában. A kirándulás sorozat záró rendezvényén 253-os kisdiák gyűlt össze. Izgatottan érkeztek az eseményre. Harmadik helyre lettem, és a városházat rajzoltam. Az iskolákban közösen készítették el a leporellókat. Miénk lebajzoltuk azt, ami jártunk, voltak emlékművek, én egy fát is bajzoltam, és Nati pedig hozza a leveleket, és ott a feliratok is voltak.
Nagy megtiszteltetés, hogy a Majsai úti általános iskola adhatott otthont a rendezvénynek, nyilatkozta Bognár Beáta, az iskola igazgatója. Rengeteg gyereket, tanítót, pedagógust vonz ez a rendezvény ide ebbe az iskolába, és hát nagyon nagy öröm számunkra ennyi boldog gyereket itt látni az iskolában. A legnagyobb ajándék mindenki számára a közös szórakozás volt, emelte ki Petkovics Márta, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának tagja. Reményét fejezte ki, hogy a jövő évben is hasonló programmal kedveskedhetnek a vajdasági magyar kisiskolásoknak. A pályázatunkra meghirdetett leporellók és beérkezett egyéni rajzoknak a kiállítását nyitottuk meg, amelyet egybekötöttünk egy kis koncerttel és egy ünnepi műsorral. Azt hiszem, hogy a palicsi Miroslav Antich általános iskola négy osztálya megérdemelten nyerte meg az iskolájának az okostáblát. Az egyéni díjazottak pedig kis ajándékkal tértek haza. A kiállításon a diákok és a tanárok mellett jelen voltak a program szervezői, valamint a Magyar Nemzeti Tanács tagjai. A jó hangulatról pedig a Juhász zenekar gondoskodott. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Hordozható, újraélesztő eszközt kapott az Oromi Egészségház. Pálinka fesztivált szerveztek Topolyán, 150 minta érkezett a versenyre. Mielőtt azonban tovább mennénk, kapcsolunk a közügyek stúdiójába, Toma Viktóriához. Hírháttérműsorunk szerkesztői ismét aktuális és érdekes témákkal készültek. Szervusz Viki, mi lesz ma a közügyekben? Szervusz, üdvözlöm a híradó nézőit! A Magyar Közmédia tudósító találkozót szervezett ezúttal Palicson, és a házigazda Pannoner TV volt. Együttműködési szerződést írt alá az MTVA és a szerbiai RTV. Jobban van a szabadkai kanyaros kisfiú, de tartományi szintű felhívást idéztek a szülőkhöz, fel kell venni a védőoltást, egyre több a kóborkutya Óbecse utcáin. 10 év után újra várja a látogatókat a belgrádi kortárs művészeti múzeum. Ezek a témák lesznek a híradó után a közügyekben. Köszönjük szépen! Hordozható, újraélesztő eszközt kapott az Oromi Egészségház. Az akció megvalósításában a helyi közösség, valamint több vállalkozó és magánszemély is segített. Az újonnan kapott újraélesztő eszköz nagy segítség az Oromi intézmény számára, hiszen baj esetén megmentheti a beteget, amíg megérkezik a mentő Magyar Kanizsáról. Ez egy félautomata készülék, EKG kijelzővel, elektródákkal összekötjük a beteggel, EKG-t csinál a gép, illetve ha elektrosokra van szükség, akkor figyelmeztet a gép, és egy gombnyomásra meg is lehet azt tenni. Az első nagy Oromi világ találkozón jött a jótékonysági gyűjtés ötlete. Az egyeztetések után esett a választás az újraélesztő készülékre. 3 hónap alatt több mint 430 ezer dinár gyűlt össze. Először a kezdeményezés a maga a találkozó részvevőkre vonatkozott, aztán kiterjesztettük az itt megtartott Malomfesztiválra, végül pedig bekapcsolódtak az itt lévő vállalkozók, vállalatok is. Hát ugye természetesen a magánszemélyek. A defibrillátor megvásárlása után a fennmaradó összeget is az egészségház számára szeretnék felajánlani. A tervek szerint egy új vérnyomásmérőt és még egyéb szükséges apróságokat szeretnének vásárolni az intézmény számára. 12 millió dinárt fordítanak Topolya községben erdősítésre. Az összeget az állami földek bérbeadásából származó összegből a mezőgazdasági program keretében biztosítják. A fák ültetése a napokban kezdődik, és várhatóan március végére fejeződik be. Topolya területén 1% alatt van az erdős területek aránya, ezen szeretnének változtatni. A faültetés célja a környezetre gyakorolt pozitív hatásokon kívül a vadállomány élő helyének bővítése és a hófúvások elleni védelem.
A program szerint 61,33 hektárnyi területet ültetnek be akácfával, többek között Topolya, Zentagunaras, Pacsér, Bácskosútfalva és Bajsa területén. Egy másik program keretében a településeken belüli faültetésre is sort kerítenek a közeljövőben, tájékoztatott Kislinder Gábor Topolya polgármestere. A mezőgazdasági program összeállítása közben a vitán elhangzott több ízben, hogy az erdősítéssel foglalkozni kell, annál az egy oknál fogva úgy ülje, hogy a vadállományt javítsa a környezetvédelmet, a hó megfogó ereje is van télen. Az uniós országok kisebbségi sajtói, eltekintve az ország gazdasági helyzetétől, hasonló gondokkal küzdenek. Sokan a pénzügyi helyzetre, mások a káder hiányra hivatkozva ítélik meg, hogy nehéz a többségi sajtó színvonalával lépést tartani. Hangzott el a kétnapos Európai Uniós Kisebbségi Médiumok szaktanácskozásán Újvidéken. Hogyan követi egymást a kisebbségi és a többségi sajtó, illetve milyen újdonságokat lehet alkalmazni a médiában. Egyebek között ezek voltak a témái azoknak a panelbeszélgetéseknek, amelyeken a szerbiai és a külföldi nemzetiségi médiák képviselői vettek részt. Ha nem is teljes mértékben, de valahol mégis csak egy picit konkurencia is vagyunk egy bizonyos piacon, gondolok itt mondjuk a reklám szektorra. Én azt hiszem, hogy igenis a román sajtó követi a magyar sajtót Erdélyben. Ez abban látszik, hogy időnként kiugrasztanak egy-egy cikket, egy-egy szövegrészt, egy általunk közölt cikkből, interjúból. A Magyar Szó napilap nem csak politikai, hanem kulturális eseményekről is széleskörűen tájékoztat, mondta az eseményen Varjú Márta főszerkesztő. Tudatos szerkesztés politikával alakítjuk ezt így, és nem most kezdődött, hanem hagyománya van ennek a Magyar Szóban. Mondhatnám majdnem azt, hogy a 73 éves Magyar Szó szinte a kezdetektől fogva erre összpontosít. A vajdasági RTV 2-es csatornája 13 kisebbségi nyelven sugároz adást. Esetükben fejlesztésre, elsősorban digitalizációra lenne szükség, hangzott el a rendezvényen. Ez még hozzánk nem jutott el. Mindezek a dolgok költségesek, és mindezek a dolgoknak nem csak költségvonzata van, tehát van költségvonzata, nem csak olyan értelemben, hogy a technikára kell költeni, itt költeni kell majd az emberekre is. Hogyha több csatornát akarunk, és az nagyon jó, akkor az azzal jár, hogy azt a több csatornát valakinek tele kell tölteni a műsorra. A kétnapos tanácskozáson a résztvevők minden olyan témát érintettek, amelyek a régióban működő nemzetiségi médiákat érintik. Újságírók, szerkesztők mellett egyetemisták is részt vettek az eseményen. Szakmai konferenciát szerveztek ma a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron. A konferencián a képességek online mérésének lehetőségeit járták körbe a mindennapi iskolai gyakorlatban. Az eseményen részt vettek a Vajdasági Módszertani Központ, a Magyar-Kanizsai Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ, valamint a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének képviselői. Ez egy nagyon fontos téma, és időszerű is, mivel azok a képességek, amelyek a gyerekeknek szükségesek a tanuláshoz és ahhoz, hogy az életben föltalálják magukat az iskola általános iskola alsó osztályaiban fejlődnek, és akkor kell őket fejleszteni, illetve feltérképezni a lemaradásokat, hogy azután könnyedén vegyék a további akadályokat. A pálinkái a főszerep Topolyán, a Pálinka Fesztivált a Ciha vendéglő és a Topolyai Turisztikai Iroda szervezte meg. A pálinkák értékelését csütörtökön 10 helyi és zentai pálinka bíráló végezte el. Az ünnepélyes eredményhirdetés szombaton lesz. Nehéz volt a 10 zsűritag dolga, hiszen több mint 150 pálinka minta érkezett az első Topolyai Pálinka Fesztiválra. Illat, íz és összhang. A pálinka e három tulajdonságát értékelték nemzetközi pontozási rendszer alkalmazásával. Amikor ezeket a pontokat odaadjuk, odaítéljük, 8 pontot az illatra, 8 pontot az ízre, akkor 16 pontot kapunk, és a 4 pont pedig az összhangra van előlátva, és amennyiben egy terméket sikerül úgy értékelünk, egy több számú és több bíráló részéről, akkor lehetséges az, hogy 20 ponttal rendelkezik az a pálinka.
A téli fagyok miatt csökkent a szilvatermés, a rendkívül meleg nyár pedig a kajszi barasznak okozott leginkább problémát. A megyből, a Vilmos körtéből és a Birsből tudták a legminőségibb pálinkákat főzni idén, mondják a pálinka főzők. Az idén a körte termés az nagyon-nagyon jó volt. Maga a körte is finom volt, és a pálinkák is jók a körtéből. Azokkal meg vagyunk elégedve. Most, aminek van a szezonja, az a birsalma. A birsalmáról annyit kell tudni, hogy ő is az idén, ugyanúgy, mint a körte, nagyon sokat termett, és ízben, illatban is nagyon-nagyon jó pálinkák lesznek birsből. A szervezők célja a verseny mellett a jó főzetek népszerűsítése volt. 152 mintát sikerült a környékbeli falukból összeszednünk és városokból. Ami a pálinka bírálást illeti, olyan zsűritagokat választottunk, akik nem csak szeretik, hanem értenek is a pálinka főzéshez. Tulajdonképpen ők nagyba szolgáltatnak pálinka főzést Topolya területén. Az ünnepélyes díjkiosztót szombaton tartják a Ciha vendéglőben. A versenygyőztesét egy Penová-centre festménnyel jutalmazzák, valamint a turisztikai iroda jóvoltából a legjobb pálinkák készítői serlegekkel térhetnek haza. Első ízben szervezte meg tegnap Belgrádban a Magyar Nagykövetség és a Collegium Hungaricum a magyarországi szerbek estjét. A magyarországi szerbek kultúrájáról Gyurics Milán festőművész, a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ igazgatója beszélt. Elmondta, hogy a 2011-ben végzett népszámlálás alapján 10 000 szerb él Magyarországon, és a 13 nemzeti kisebbség között kis létszámúnak számít. Ennek ellenére a közösség jól szervezett és aktív kulturális élete van. Az est keretében megnyílt Gyurics Milán festményeinek tárlata is, amelyről a festőművész elmondta, hogy alkotásaival egyfajta kritikával szól a saját közösségéhez, de beszél a napi szintű dolgokról is. Az eseménynek külön hangulatot adott a Deszki Bánát tambura zenekar a magyarországi szerb népzenével. A szerbiai Tijana Boškovićot választották a legjobb női röplabdázónak Európában. A sportoló tagja volt a szerb röplabda válogatottnak, amely idén bronzéremmel tért haza a röplabda világbajnokságról. Az említett világversenyen is a legjobbnak választották posztján. Bošković klubszinten is remekelt idén, részt vette a röplabda bajnokok ligájában, továbbá a Japánban rendezett klub világbajnokságon is csapata legjobbjának szavazták. És eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Éves tudósítói találkozóját tartja a Magyar Közmédia Palicson. Együttműködési megállapodást kötött ma az MTV, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT, valamint a szerbiai RTV. Hazaengedték a kórházból a kanyaróval fertőzött 13 éves szabadkai fiatalt. Csaknem 1700 diák és 140 tanuló vett részt a Magyar Nemzeti Tanács idei diákutaztatási programjában. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. A panonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Maradjanak velünk a továbbiakban is, ugyanis rögtön kezdődik a közügyek. Utána Kalamár is, majd 19 órától Pannon Gazda a legfrissebb agrárhírekkel. A közelkép után pedig ismét híradóval várom Önöket. A Pannon Rádióban 8-ig még Bödő Robi teljesíti a zenei kívánságokat, de lesz poplista és csendháborítás is. A Szabadkai Magyar Rádió holnap számos érdekes műsorral várja a hallgatókat. Lesznek vallási, kulturális, de politikai témák is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!